Volt idő, amikor Hollywood és a különböző kereskedelmi csatornák tömegesen kezdték el megjelentetni a magányos hősöket mozivásznakon és a televízió képernyőjén. Csupa igazságosztó, tele egoizmussal, nem ismerve határokat, akár egyszemélyes hadseregként is szembeszállnak többszörös túlerővel szemben. Ha kell, ezt már néhol erőltetett western hangulattal fűszerezik, és ha nagyon muszáj, már-már ezeket az igazságosztókat a jelenben helyezik el. 1979-ben történt valami más, amit ausztrál kéz alkotott. Ez lett a Mad Max. Egy posztapokaliptikus sztori egy főhőssel, aki egy nem túl távoli pusztuló jövőben tesz igazságot és bünteti meg a rosszakat a saját erkölcsi kódexe alapján a fegyverével és a csotrogányával. Mára egy igazi kultfilm lett, a világa pedig sok embert megihletett. Remek felhozatal, bár manapság ezek a hollywoodi filmek egyre nagyobb csalódást tudnak okozni. Rengeteg nagy címet röhelyes folytatásokkal vagy rebootokkal gyaláznak meg, és teljes egészében a művet a nosztalgia vadhullámai lovagoltatják meg, ezzel megölve egy teljes fiktív világot, elborzasztva azon rajongó tömegét, akik tudják, hogy ennek nem szabadott volna itt történnie. Elég sok ilyen van. Bár régen a hamisításért ekkorát nem kiáltottak az emberek, hogy ezt nem nagyon kéne, Magyarországon még a Kádár korszakban jellemző volt, hogy nyugatról érkező filmek kisebb-nagyobb késéssel vagy csak a rendszerváltást követően kerültek moziban. A Star Wars esetében voltak kisebb csusszanások, de az itthoni népszerűsítésében szerepet játszott az, hogy voltak olyan lelkes rajzolók, akik tettek az ügy érdekében. Készültek olyan magyarországi plakátok, melyeken a szereplők például alig hasonlítottak a filmbeli önmagukra, vagy olyan figurák is voltak rajta, amelyek egyáltalán nincsenek is a filmben. Ez Európában ebben az időszakban eléggé jellemző volt. Mégis ezek a művek mind a mai napig sokat érnek. Sokszor fordult elő a történelem során, hogy egyik nagy ember a másiktól tanul. Ha már a filmeknél tartunk, mikor Bújtor István, Bud Spencer magyar hangja először találkozott az általa magyarul megszólaltatott pofonosztóval, akkor is Bud buzdította Bújtort arra, hogy készítsen nyugodtan saját filmet az ő művei alapján. Így születtek meg Ötvös Csöpi kalandjai. Hogy Szűs Gyula író és Budai Dénes társíró és rajzoló találkoztak-e Mel Gibsonnal a képregényük elkészítése előtt, azt nem tudjuk, de azt igen, hogy készítettek egy Mad Max és a The Walking Dead sorozat mintájára egy képregényt, ami a Café Postnuclear címet kapta. A képregény eredetileg 2010-ben jelent meg, akkor még fekete-fehérben, ráadásul online, ingyen elérhető felületen, a Random Antológia decemberi számának részeként. Mivel az olvasók többségének a Café Postnuclear nyerte el a tetszését, elhatározták, hogy nyomtatott formában is kiadják, kiszínezve az oldalakat. Ez annyi plusz munkával járt, hogy az eredeti oldalakat újra kellett rajzolni, majd színezni, illetve egyes dialógusokat lecseréltek, amit kissé túlzásnak tartottak. A képregény 2015. októberében jelent meg a 30. képregénybörzén, de már előtte nap is kapható volt a Total Car parkoló parádéján. A totalcar.hu ebben az időszakban ünnepelte a 15. évi jubileumát, így kapóra jött a szerzőknek a dolog, és így ennek alkalmából meglepetés kiadvány lett belőle a Total Car segítségével. 1500 példány nyomtatta ki belőle, melyek mind kemény borítást kaptak, mely a magyar képregény piacon igencsak ritkának számít. Ebből az 1500 példányból 1400 fogyott el. Hogy miért? Nos, azért vagyunk, hogy ezt kiderítsük. A képregény elég furcsa külső megjelenést biztosít, ami sokkal inkább tűnik első ránézésre egy vékony mesekönyvnek, mint sem képregénynek. A borító enyhén minimalistára sikeredett, a címből pedig nem tudom még feltételezni sem, hogy mi az, amire igazából számíthatok, ha kinyitom. Ha bemennék egy könyvesboltba és netán nem ismerném, hogy mi ez, lehet úgy mennék el a polca mellett, hogy soha büdös életben nem hallanék többet felőle. A rajzok jók, nagyon részletesek, így elég sok járművet, helyszínt, tárgyat fel lehet ismerni. A képregény fő előnyét, a nosztalgiát teljes erővel kínálja az olvasónak, azonban a képek szerkesztettségében és a részletességben vannak apróbb hibák, így egy-két oldalon előfordul az a gond, hogy nehéz kiigazodni, mit is kéne látnunk, vagy épp melyik szövegbuborék következik. A képregény utolsó pár oldalán találhatunk egy útmutatót, ami a Kádár korszak bizonyos fogalmait, járműveit, eszközeit gyűjti össze, melyek egy része meg is található a képregény oldalain. Akkor lássuk, mi az a történet. Kezdjük talán azzal, hogy a képregény 18 éven felülieknek ajánlott. A füzet egy olyan Magyarországon játszódik, amit megviselt egy nagyon gyorsan lezajlott harmadik világháború, még a Csernobili atomkatasztrófát követően, így a rendszerváltás egy posztapokaliptikus idővonalán találhatja az olvasó magát, ahol nincsenek törvények, mindenki a maga ura. Történetünk elején épp, hogy belecsöppenhetünk a főhős Johnny első akciójába, aki több helyszínen is megfordul, és ennyi. Az a baj, többet nem árulhatok el, mert akkor mi értelme lenne a képregényt elolvasni, másrészt tényleg ennyi. A sztori nagyon erőteljesen befejezetlen, tehát rá van alapozva arra, hogy esetleg majd lesz belőle második rész. Nagyon sok benne a megmagyarázatlan dolog, csak mennek a cselekmények, de nem oldódnak meg a problémák, mégis annál több akadály rajzolódik ki.
A szereplőkkel kisebb gondban vagyok. Johnny karaktere engem jobban emlékeztet Clint Eastwood és Han Solo szerelem gyerekére, aki kicsit túl sokat képzel magáról. Már-már Chuck Norris szintű egó szerepben van, és egyszerűen nincs olyan, hogy semmi se sikerülne neki. Egy a probléma vele, a történetben annyit tudunk róla, hogy valamit nagyon meg akar szerezni, mégsem tudjuk, hogy az mire kell neki, vagy egyáltalán olyan célt szolgál-e, ami, és a monológiai már-már túlságosan is műveltek, tájékozottak, mint ahogyan egyébként is beszél a többi szereplővel. Valahogy ez a két különböző dialógus erős identitászavart idéz elő, így néha azt kellett gondolnom, hogy Johnny vagy túlképzett, vagy egyszerűen skizofrén. No, de nincs főhős női szereplő nélkül, ugyanis útja során kap maga mellé egy hölgyet, akivel még több baj van. Nem lát el semmilyen feladatot az út során, csak legyen kivel beszélni. Igen, ez a nő csak arra jó. Ha már nosztalgia, akkor kicsit térjünk ki a Café Post-Nuclear világára. Az egész egy nagy visszatekintés a múltba, Mad Max köntösben. Mindenki a KGST nagy járgányaival nyomatja az ipart, tákolmányokkal, felhegesztett fegyverekkel nyomulnak, és persze olyan bandaformációk jelennek meg, melyek oly szélsőségesek és klisések, hogy én ezt nehezen tudom lenyelni, mivel napi szinten foglalkozom történelemmel. Olyan politikai irányzatok, radikalizálódó csoportok is nyernek burkoltan teret a képregényben, amelyek Magyarországon nem nagyon, de úgy a KGST tagállamaiban sem voltak jellemzőek a 80-as évek végén, míg titokban sem. Ebből azt tudom lekövetkeztetni, hogy a képregény hátterének kidolgozásához történelmi tévhiteket és elképzelhetetlen helyzeteket alkalmaztak, amivel esetleg egyedibbé vagy az alapműhöz hasonlatossá akarták tenni a képregényt. Azért volt pár megmosolyogtató pillanat, mikor felismertem több autót is, ráadásul olyan rendszerváltás előtti optikai tuningot is láthattam, amit már nagyon régóta nem. A másik nagy kérdés, amire nem kaptam magyarázatot a képregényt olvasva, hogy miért az a címe, hogy Café Post-Nuclear. Ez egy egészen szerethető képregény, azonban már ismert sci-fi alapokra van építve, így a teljes egyediség kérdése ilyen szempontból erősen vitatható. Ahhoz, hogy egy teljes értékelés alá vethessük a történetet és a szereplőket, szükséges lenne ezt a képregényt folytatni. Ami a hátán elviszi az egészet, az a részletességen alapuló rajz, ami rengeteg rejtett utalást, ismert objektumot helyez el, ezzel is egy kis játékra invitálva az olvasót, és megmentve ezzel a Café Post-Nuclear történelmi bukfenccel és logikai buktatókkal teli világát. Tudtátok egyébként, hogy Rákosi Mátyásnak amerikai autója Cadillac-je volt, és szinte sose vezetett KGST-s autót? Köszönjük szépen Szűs Gyulának, hogy elolvashattuk a képregényt.